Jó estét kívánok, köszöntöm a 7.tv és a Kezdőkör nézőit. Mai vendégünk a küzdősport jeles képviselője. Köszöntöm itt a körünkben Jána Jánost, a Békés megyei Kanó Judo Egyesület vezetőedzőjét és elnökét. Köszöntelek itt a körünkben. A tévé alakulása óta még nem voltál stúdiumban, hát most már akkor köszönhetünk. Hogyan sikerült a tavalyi évetek? Azért beszéljünk erről is egy kicsit. Én is először is szeretettel köszönni ennek a csodálatos új médiának a nézőit, és hát elsősorban, ugye hát amiért hívtak engem ide, azért, vagyis hát amiért meg, amit az Egyesületünkről szeretnék néhány szóval mondani, hogy a tavalyi év sikereiről, ami egyre nagyobb teret hódít meg nálunk ugye az eredmények, mert eddig az eredmény az egy kicsit elmaradt nemzetközi szinten, mert ugye hát az eredmény az nem jön olyan gyorsan. Gondolom fel kell építeni. Így van, fel kell építeni. Ez a 16 éves edzői pályafutásom, ami tényleg csak az edzői, ennek a mostani eredménye kezd most már kidomborodni eredményekben is, főleg nemzetközi eredményekben is, hiszen én nekem mindig az volt a vágyam, hogy majd kinevelek egy olimpikont is. Hát, vagyis hát nem is egyet, hanem szeretnék azért többet is még. És hát most eljött már az ideje, hogy talán van egy olimpikonunk. Hát a többi versenyzőnkben is ugyanúgy benne van ez, ami egy olimpiát illeti. Például mi 144-en vagyunk, ezekből most már 5 válogatott versenyzőt számolhatunk, akik följárnak havi rendszerességgel a magyar válogatotthoz, és ott komoly felkészülésen vesznek részt. Én itthon készítem őket, és Pesten meg ugye a válogatottba, vagyis hát most már nem Budapesten van a válogatott bázisa, hanem Dunavarsányba tették át a székhelyüket, és itt készülünk a nagyokkal. Ezek a ifjúsági sportolóink, ezek nagyon ügyesek, nagyon nagy reménnyel vagyok velük, és reménykedem benne, hogy több olimpiai résztvevő is lesz majd az elkövetkező olimpiákon ezekből. Mert ugye hát mindig úgy szokott az lenni, hogy oda jönnek hozzám 7 évesen, aztán mikor elérik a 14-15 éves életkorukat, amikor serdül mindenki egy kicsit a hormonálisan átesnek változásokon, akkor a sportba bele szoktak unni, már nem tudják azokat a nagyobb gyűrődéseket, azokat a komolyabb felkészülési feladatokat, a sok edzést, és ilyenkor el szoktak távolodni már a sport. Körülbelül hány százaléka marad meg esetleg az élsport javára? Sajnos nagyon kevés. Például ezt a garnitúrát, amit most mondok, ifjúsági korosztályban 15-16 évesek, hát ők, akik megmaradtak 5-en, ők körülbelül 7 éve judoznak ott nálam, és 30-35-en voltak együtt, tehát annyian kezdték akkor, és hát ha kiszámoljuk, akkor egy hetede marad meg tulajdonképpen. 144-et említettél, ez igen. Azért elég nagy szám. Hogy tudjátok ezt kontrollálni? Ha jól tudom, a városi sportcsarnokban vannak az edzések. Hogy tudjátok ezt időben összehozni? Hát az edzéseket szétbontjuk. Hál' Istennek van egy saját judótermünk, és most már 2 is, mert 2 büfét alakítottunk át judóteremnek. Most már ebben megfelelő úgy nagyjából a helyszín, és hát az edzéseket el tudjuk végezni, a komoly edzéseket is. Szóval adottak a feltételek, tényleg nem panaszkodok semmilyen szinten, ami nem kellenének, például oszlopok, egy nagy nyílt terület kellene, ami nem lehetséges egyelőre még, de erre is vannak már jelek, hogy talán
lesz egy olyan bázisunk, ahol összetömöríthetjük a sportokat. Ez hol tart, és hogy néz ez ki? Gyorsan menjünk is bele, ha már így tetted, mert erre én is kíváncsi vagyok. Hát nagy vágyom volt már, hogy építsünk egy nagy, nem is judo centrumot, hanem inkább összeolvasztani a küzdősportokat itt Békéscsabán, hiszen tudom, hogy van sok küzdősport itt is, akik eredményesek, sok gyerek látogatja edzéseiket. Ráadásul van egy nagyon jó barátom, például Bökfi János is súlyemelésben, akivel egy olimpián szerepeltünk, és egy kis városkából származunk, Füzesgyarmatról. Vele is beszéltünk már erről a kérdésről, hogy jó lenne így összeboronálni ezeket a sportágokat, főleg az olimpiai sportágokat. És itt egy 1250 négyzetméteres küzdősport centrumot, vagyis egy csarnokot tulajdonképpen terveztünk, aminek most vagyunk a teljes közepén, hogy a pályázatokkal kapcsolatos dolgaikat, de a helyszín miatt egy kicsit megakadt ennek a lehetőségnek a azonnali kivitelezése. Beszéljünk azért most már egy kicsit a 2016-os évről, mert sajnos adásidőnk az véges. Az élsport, azért az kirakatban van mindig. Szabó Franciska az, akinek esélye van még, ha jól tudom, az olimpiára kijutni. Te már biztos olimpiai résztvevő vagy, ha jól tudom. Mit lehet erről a témáról tudni már, mint Franciskával kapcsolatban, és a te részvételedek kapcsolatban? A 2016-os év nekünk, hát mint egyesületnek 7 országos bajnokot hozott, azért az elég tisztes teljesítmény ebbe a sportág, hiszen nagyon-nagyon erős 260 judo sportegyesület van Magyarországon, nagyon komoly egyesületek, és nagyon erős tényleg ez a sport, hála jó Istennek. És mi itt 7 országos bajnoki címet tudtunk begyűjteni, a 17. helyen zártunk a országos összesített ranglistán, tehát nagyon elől vagyunk az első negyedbe, és ez nekem ez egy borzasztó nagy elégtétel, hogy én ezt a sok munkának láthatom ott, még így papíron is a munkám gyümölcsét. Ami a legfontosabb, hogy az olimpia, minden sportágnak ez a csúcsa, hogy egy olimpiára kijut a versenyző, és hát nekünk is most a Franciska, Szabó Franciska révén 63 kilóban úgy néz ki, hogy tényleg a 8. résztvevő lehet a magyar judo sportba, hiszen 7-en kikvalifikálták magukat, ők már rendben vannak a világranglista és a kvalifikációs pontjaik által. Franciska még küzd, most van kint, jelen pillanatban, pontosan most beszéltem vele 4 órája, hogy jól, hogy érzi magát kint Tbilisibe, Grúzia fővárosába van a Grand Prix, és ezután Törökországba is lesz még egy Grand Slam, és utána jön az Európa bajnokság, ez a 3 lehetőségből még össze kell hozni egy komolyabb eredményt. A komolyabb eredmény nem azt jelenti, hogy megnyerni, mert arra az nagyon jó lenne természetesen, de borzasztó erős a világ élmezőnye, és még sokan küzdenek az olimpiai kijutásért. De Franciskának olyan jól állnak a pontjai, hogy ő nagyon nagy eséllyel ő lesz a 8. Én természetesen én bízok benne a legjobban, de mivel szerepet kaptam a Magyar Judo Szövetségnél is, hogy ott tevékenykedjek én is, és segítsek be a válogatottaknál is. És úgy látom, hogy neki ténylegesen van rá esélye. Én már, még ha ő nem megy, akkor is én már kijutottam, úgyhogy nekem már negyedik olimpiám lesz ez, de én akkor is azt szeretném, hogyha ő kijutna.
egy kicsi kis stílusváltáson estünk át egymással kapcsolatban, mármint a Franciska stílusára értem, a judóval való egyéb ilyen kis trükkök, meg praktikák, amikkel ugye jobban tud majd muzsikálni ezeken a nagyon nagy világversenyeken, amiket én is már sokszor túl átéltem, és próbálom ebben én is segíteni az ő munkásságát, és nagyon jó úton haladunk e felé, hogy meg lesz. Ez egy nagyon jó végszó. Köszönjük szépen, hogy bejöttél hozzánk, és sok sikert ehhez, és majd az olimpián is. Reméljük, mind a ketten ott lesztek. Köszönöm. Én is köszönöm. A Békéscsabai előre NKS-e kézilabda együttesének soron következő feladata ezúttal hazai pályán jutott osztály részül. A csabai lányok a náluk jóval előrébb a tabella harmadik helyén álló Dunaújváros együttesét fogadták. Az utolsó alapszakaszbeli hazai mérkőzését játssza a Békéscsabai kézilabda csapat, az ellenfél pedig a Dunaújváros együttese itt a városi sportcsarnokban. A mérkőzést a vendégegyüttes kezdte. Trisciuk az első lövéssel és az első góllal gyorsan ment a válogatott irányító. Nagyon gyorsan megtalálta az utat a hazai kapuba. Lehet menni, Szögi és Valf is játszik össze. Valfisnak az első lövés nem jött össze, de ez a bejátszás jó, és zöldítót Kata ejti be a labdát, úgyhogy megvan az egyenlítés. Egyelőre inkább a kapusok remekelnek. Kovács Anna ez neki zicser, besétál és be is lövi. Most a csabaiak védekezésben nem közben voltak ott a toppon. Jövőre dolgozhat majd például Szögi Tímával, aki a jobb alsóba helyezi a labdát. 3-2, de egyelőre magabiztos újvárosi vezetés, és a csabaiak nagyon sok hibával játszanak itt a találkozó elején. Ez pedig nem fér bele az Újváros ellen, egy szenzációs közbelövés Gula Tanitától. Második gólja, 8-3. Dajka irányít, Valfis és Nikola Jánko a két átlevő, az jó, egy reakció! Dajka! Elképesztő passzok a csabaiaktól, aztán így lesz zicser! És Gávai Csógyán felé lövi, hihetetlen. Elképesztő, pedig megint... Rossz volt a csabai passz, tehát ez zavarta meg most az Újvárost, és így lett zicser, nagyon kár ezért a helyzetért, mert a másik oldalon Azari felvarja a futaki feje fölé. Azari Fruzsina is megszerzi az első gólját, és most már 6 gólos a vendégvezetés. Kis káosz a csabai védekezésben, és ezt ki is használja Szalai Babett. Amikor kicsit... közelebb jönne a csabai együttes, akkor van válasza a vendégeknek. Dajka! Ebből kéne több egy kicsit. Háríthatta az óriási labda, nem tudom, hogy a csabaiak hol védekeztek. Horváth Bernadett nem jött zavarba a hatosvonalon, bedobta az ittszer. 16-11. Itt a vége az első félének, 16-11-es újvárosi vezetés 30 perc játék után. Egy cserét láthatunk a kapuban elsőként, hiszen Terenyi Bianca folytatja csabai kapuban, de Mihály Adrián is ott van támadásban, és Valf is ott folytatja az első félben abbahagyta. Támadásban Valf is. Szabó Valéria kérte a labdát, aztán végül Dajka szerezte meg. Maradt a differencia a szünethez képest. Trisciuk, nagy bejátszás és nagy gól. Takács Dusmáta találat szerzője. Szerző Takács Dusmáta. 14-20. Dajka, Valfis. Nagy bomba. 20-15-re hozza fel. Tavaly csapatok a 36. percben ezzel a bombával. Az első, és a második csabai védés. A második fél időben, ez 15 perc alatt nem túl jó teljesítmény. Mihály. Mihály felugrik és visszahúzza szépen. Csabaiak megbízott vezetőedzője. Na csak ott van a lövezet és csak ott van a gól. Szabó. Több gól kellene. Az, hogy ez itt szoros legyen. És besétál megint csak. Ez Vince Melinda. 28-22 a 47. percben. A szurkolók miatt atlankodnak itt.
Mihajlovics, és ez is bent van. Most már több mint 5 perce nem talált a csavai csapat a kapuba. Ezóta 3 vendég gól, most Valfis megtöri. Valfis Mercedes 10. gólját látták. 10 gólnál jár, Valfis ezzel 31-24-re hozza csak csavai együttest. Óriási labda, és ez is gól. Nagyszerű előkészítés volt, és szép a gól. Sajnos Horváth Berra lett. 35-28. Valfis még elbombázhatja a felső lécről, kipattan. Ez a mérkőzés vége. 36-28-as vendégsiker, magabiztos vendég győzelem. Hát az, hogy miért nyertünk meg ezt a mérkőzést, azt nem tudnám azt mondani feltétlen rá, hogy a védekezés, mert én azt gondolom, hogy nem az döntött, hanem inkább az ittereknek a kihasználása, és tényleg a támadásban való hasznosságunk, vagy eredményességünk. Hát azért nehéz mérkőzés volt, nem volt egyszerű, de hát erre is számítottunk. Lényegesen jobb csapat a Dunaújváros, de ha az első fél időben a adódó helyzeteinket értékesítjük, akkor szorosabb a mérkőzés. Ez az egyik probléma, a másik pedig az, hogy a vártnál puhább volt a védekezésünk. Sokkal agresszívebben, keményebben kellett volna gyorsabban reagálni a Dunaújvárosnak a megmozdulásait. Sajnos most ez így sikeredett, kapus teljesítmény se ütötte meg azt a szintet, ami szorosabb eredményhez, vagy akár sikerhez is vezethethet volna. Békés Csaba másik első osztályú női labdajáték csapata, nevezetesen BRS-e vasárnap már bajnoki elődöntő keretében találkozott a Jászberénnyel, a párosítás első felvonásaként hazai pályán. Nevezetesen a BRS-e a Kaposvár együttesét verte ki ezelőtt a találkozó előtt, és úgy jutott az elődöntőben. A Jászberény együttese pedig az MTK-t ütötte el a továbbjutástól, és így jutott a legjobb 4 csapat közé a 2015-16-os év magyar bajnokságában. És most láthattuk az első Békés Csabai pontot a mai találkozón, remélhetőleg majd sok követi még. Tálas nyitását láthatjuk. Micsonova 1, megvan. Matics, és ez is pont. 5-5, sikerül az egyenlítés. 8-10. Sós. Jól kiemelt labda, Molcsányi, Sós. Át lehet-e még ezt tenni? Matics, hatalmas bravúr. Jöhet viszont az újabb vendégtámadás, amit már nem sikerül hatástalanítani. Pintén nyitása után Matics. Elassítja a sáncalabdát, Brikovics teszi föl. Tálas, megvan még a vendégeknek, megint Brikovics, Misonová, és nincs esély. Megváltoztatta a labda az irányát, így Molcsányi már nem tudott menteni. 10-15, 5 pontos a vendégek előnye. Matics, Molcsányi, Szakmári, nincs ütés, de nem is kell. Észel átadott labda is jó, 16-20. Lehet, hogy csak a nyitásig. Kardovics menti meg, fogadja pontosabban a nyitást, utána pedig Misonova bombázza be. Nem tud hibázni egyenlőre az idegen légiós. Ezzel már 4 pont a vendégek előnye, 2 pont híja annak, hogy megnyeri az első játszmát a Jászberény. Matics. Jó a nyitás! Pontos a nyitás! A vonal előtt 5 centivel. 22-23. Egyetlen egy pont a két csapat között itt a játszma vége felé. Brikovics.
nem túl jó a feladás, és beesik ez is! Beesik a sánc kezéről a labda. Nagy szerencséje volt most a Jászberényi együttesnek, és újra náluk az előny. Micsoda játszma végez. Megpróbált Misonova egy rövid nyitást. Hatalmas ütés, Matics. 25-25. Először a játszma során 24-23-nál vezettünk mi, és most 25-25. Bodnár nyitás után Brukovics adja föl Gárdovicsnak. Jó a sánc. Újra viszont támadhat a Jászberény. Szakmári és Klement. Bodnár. Jó a nyitás. De micsoda fogadás Gárdovics részéről. Klementnek jó a blokja. Misonova bravúr. Gárdovics át fogja tenni. Meg is teszi. Bodnár. Klement, és megvan! Hiába rúgnak bele már a labdába, hiába próbál Gárdovics lábbal menteni, ha minimális különbséggel is, de 27-25-re nyeri az első játszmát a BRS-e. Dálos, Szakmári hátulról. Na ez nem jó, Misonovának át kell tennie. Bodnár, ő fejezi be az akciót. 12-7. Pont a Jászberénynek tehát. Szakmári, Molcsányi. Szakmári kapja vissza, és ott marad. Pintér. Nagy bravúr Matistól. Misonova, illetve Brukovics lefülelte az ejtést. Misonova próbált meg visszaejteni. Ez pedig a másik oldal miénk füledik le Molcsányi révén. Misonova arccal is vállalt egyet. Ezt már nem lehet menteni. Szakmári a befejező ember. Hosszú labdamenet, rövid véggel. 19-11. 24-17. 7 pontos előny. És Kovács szegény bejön. Tehát minek is tette ezt? 25-17. Megvan a második játszma. Pintér. Matics. Jó a sánc tálas részéről, mert egy picit lelassított a labdán. Sós már nem tudja megmenteni. 4-4. Krisztojevics nyitása. Tálas, nagyon jó volt a feladás. Ez egy válogatott játékos, az méltó dolog volt most. És persze ne feledjük Sós bombáját a végén. 13-9. Aztán a következő vasárnap pedig ismét hazai pályán játszott a BRS-e, és bízunk abban, hogy három mérkőzésen sikerül legyőzni majd a Jászberény együttesét. 20-14. Játszma és mérkőzés, labda felállva tapsol a jelenlévő 1000 szurkoló, amikor Bodnár kezében a labda és a nyitással, Gárdovics pedig rosszul ér a labdához, és ez azt jelenti, hogy lehet ünnepelni. Megvan tehát a bajnoki elődöntő első mérkőzése. Próbáltuk mindenből kihozni a maximumot, ez egyelőre ennyire sikerült, majd a következő meccsen. Egy pár gondolatban a következő mérkőzésről. Mi az, amit lehet meríteni ebből a találkozóból? Mi az, amit el tudtok raktározni hazai pályán? Mindenképpen visszavágásra készültök. Mi az, amit tudtok ebből hasznosítani ebből az első mérkőzésből? Persze, én úgy gondolom, hogy hazai pályán leszünk. Igazából mint az első szetten meg tudjuk csinálni. Szerintem a többi szetben is, hogyha hoznánk ezt a szintet, akkor bármi lehetne, még akár szetnyerés is. Igen, úgy érzem, hogy egy kicsit talán enerváltan, nagyon sok hibával kezdtünk, de szerencsére ez a végén megint fordult a kocka, szerencsére a mi javunkra. Úgy érzem, hogy ott az első szett végén kezdtük el a saját játékunkat. Nagyon fontos volt ez a mai mérkőzés, hogy megtartsuk a pályaelőnyünket, és így egy meccsgyőzelemmel indulhatunk pénteken vagy Jászberénybe. Újabb Békés Csabai atléta kvalifikálta magát a riói ötkarikás játékokra. Kovács Barbara gyalogló Szlovákiában teljesítette az olimpiai szintet, így Bai Balázs és Márton Anita után ő a harmadik csabai versenyző, aki ott lehet az augusztusi seregszemlén. Ez is egy átlagos, hétköznapi edzésnek indult a Csabai Klub futó folyosóján.
Egy kiváló teljesítménynek köszönhetően azonban Gerván Tibor és Kovács Barbara szem előtt már a világ legnagyobb sporteseménye lebeg. Éppen ezért innentől kezdve minden tréning az ötkarikás játékok jegyében zajlik. Az alapozó munkát még novemberben kezdték el, a legnagyobb lökés pedig februárban érkezett. Kanári-szigeten voltunk 3 hétre, ami nagyon jó körülmények között tudtunk edzeni. Jó időben, kellemes időjárás volt végig, nehéz terepen tudtunk edzeni, és ott már volt olyan 3 edzés a lánynak, hogy ezen a versenyen gondoltam, hogy valami nagyot fog csinálni. A szlovákiai Dudincében több mint 50 fős mezőny vágott neki a 20 kilométeres gyaloglótávnak. Germán Tibor szerint már korábban is benne volt a csabai versenyzőben a jó eredmény, tavaly azonban egy betegség visszavetette a munkában. Az olimpiai kvalifikációs szint teljesítésére 3 lehetőség kínálkozott. Ezek közül Kovács Barbara rögtön az első megmérettetésen elérte a küldetést. Mindenféleképpen úgy váltunk neki, hogy el kell kezdeni, sokkal gyorsabb tempóban, mint ugye, ami reális lett volna. Hát első kilométer után kicsit megijedtem, mert lassabb lett, utána a második meg már nagyon gyors lett, és igazából a 3. kilométertől tudtam arra ráállni, ami meg volt beszélve, és azt igazából minél tovább szerettem volna csinálni. Ilyen 12-13 kilométernél volt egy kisebb mélypontom, de viszont ott meg már láttam én is az órán, hogy ez már meg lehet. A csabai gyalogló számára az olimpiai szint teljesítésével átalakult a következő hetek versenyprogramja, ami biztos, hogy hazai pályán az országos bajnokságon, míg Tatabányán egy liga versenyen szerepel majd, de várhatóan több edzőtáborban is készül a riói játékokra. Köszönjük megtisztelő figyelmét azoknak, akik az ünnepnapon is velünk tartottak. Ez volt a mai kezdőkör, várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!